Havi 300 ezer forintért volt szakértő Rubovszky György, KDNP-s országgyűlési képviselő az 5. kerületben éveken át, írta meg az Index. Ráadásul részben társtulajdonosa annak a cégnek, amelyik a belvárosi ingatlanok értékbecslését végezte, mielőtt azokat a piaci ár alatt értékesítette az önkormányzat. Rubovszky György szerint mindez nem összeférhetetlen azzal, hogy lánya a kerület alpolgármestere 2006 óta. Közben kiderült, hogy a belvárosi polgármesternek, Szentgyörgyvölgyi Péternek még mindig a nevén van az az 5. kerület ingatlan, amelyhez kedvezményes áron jutott hozzá, és amelyről azt ígérte, hogy visszaadja a kerületnek. Felújított önkormányzati bérház a Szerb utca 9-ben. Itt vásárolta meg az egyik 110 négyzetméteres lakást a kerület jelenlegi polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter. Az eladás előtt a lakást az önkormányzat felbecsültette. Először 33,5 millióra értékelték az ingatlant, egy évvel később azonban már csak 25,5-re. Végül Szentgyörgyvölgyi a bérlőknek járó kedvezménnyel 19 milliót fizetett érte. Sok más ingatlannal ugyanez történt. Az önkormányzat az ingatlan eladások előtt rendszeresen csináltatott értékbecslést, azonban csak annyit árultak el, hogy ezzel két céget is megbíztak, azt nem, hogy melyik kettőt. Ma az Index írta meg, hogy az egyik megbízott cég a Város FM Kft. Volt. Kiderült, ennek 13%-ban Rubovszky György, KDNP-s országgyűlési képviselő a tulajdonosa. De nem ez az egyetlen üzleti kapcsolat Rubovszky György és az 5. kerület között. Szintén az Index írta meg, hogy a képviselőt a 2000-es évek közepe óta szakértőként alkalmazta a Belvárosi Önkormányzat Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottsága havi 300 ezer forintos tiszteletdíjért. Rubovszky György szerint ő ezt mindig beírta a vallásába. Igaz, nem tüntette fel külön, mert szerinte az része az ügyvédi praxisából befolyó 1 milliós bevételnek. Péternek gratulálunk. Miközben Rubovszky György megbízásokat kapott a kerülettől, lánya Rubovszky Csilla alpolgármesterként dolgozik ugyanott. Rubovszky György szerint nincs ebben semmi különös. Semmit. Ez egy, mondom, sokkal korábbi, mint hogy a Rubovszkyak megjelentek volna az 5. kerületben. A politikus híradónknak elismerte cége jelenleg is készít értékbecsléseket a kerületnek. Most is dolgozik-e ingatlan értékbecslőként az 5. kerületi önkormányzatnak? Tudomásom szerint azt hiszem igen, de mivel én nem vagyok ügyvezető, én nem tudom az ügymenetet, én tulajdonos társ vagyok. Ez nem érdekelt, soha ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoztam. Az önkormányzat írásban azt közölte, a Város FM Kft. 1995-ben kapta az első megbízást, azóta pedig folyamatos, de csökkenő intenzitású a cég és az önkormányzat kapcsolata. A szerződések pedig szerintük minden esetben törvényesek. Az önkormányzat sajtóosztálya válaszolta a polgármesternek feltett kérdéseinkre is. Szentgyörgyvölgyi Pétertől azt kérdeztük, miért van még mindig a nevén a korábban már említett kétszer is felbecsült 110 négyzetméteres lakás, miközben korábban azt ígérte, visszaadja azt az önkormányzatnak. A sajtóosztály azt írta, a kerület illetékes bizottsága meg akarja várni az ingatlan ügyekkel kapcsolatos vizsgálatok végét, ezért nem tudja visszaadni a lakást Szentgyörgyvölgyi. Az együtt kerületi képviselője szerint ez nem igaz. Hazugság, nettó hazugság, hiszen a szerződését mindenki láthatta, mert kikerült. Ha egyszerűen elkezdeni nem fizetni a bérleti díjat, akkor automatikusan felmondódna, megszűnne ez a szerződés. Bár ez eddig nem történt meg, az önkormányzat szerint a polgármester már kiköltözött a Szerb utcai lakásból.